and toothaches and bad times to like you. Got my hair, got my head, got my wrist, got my ears, got my eyes, got my nose, my mouth. I got my teeth. Megtelt a művelődési ház színház terme, hiszen Serbán Attila, a Madách Színház színésze érkezett nőnapi műsorral, mely előtt egy rövid beszélgetésre volt alkalmunk. Nagyon szépen köszönöm a meghívást. Az az igazság, hogy nagyon régen jártam erre felé, de nagy örömmel jöttem, és hát ma hölgyeket ünnepeljük március 8-án, ez a Nemzetközi Nőnap, és próbáltam egy olyan kicsit, hogy is mondjam, szerelmes műsorral jönni, vagy olyan dalokat is válogatni, ami kicsit igazából a hölgyekhez szól, de alapvetően azt gondolom, hogy ezt a nőnapot nem csak március 8-án kellene ünnepelnünk, hanem az év többi napján is, mert hát igazából a hölgyek és azok a édesanyák, akik otthon viszik a nagy részét a dolgoknak, és mi férfiak egyébként tudunk dolgozni emellett, szerintem ők többet is megérdemelnek, nem csak a március 8-át, hanem az év többi napját is. Úgyhogy nagy örömmel vagyok itt, és hát próbáltam egy olyan dal listát hozni, ami mindenki számára érthető lesz. Lesz benne musical, ugye, lesznek benne nagy slágerek, és lesz benne meglepetés is. És olyan érdekes, hogy csillog a szemed, ahogy a hölgyekről beszélsz, hiszen azért meg kell vallanunk, hogy Odett születése ismét egy fontos hölgy az életedbe. Mit jelent neked a nőnap? Nagyon fontos ez? Hát én azt gondolom, hogy hát mindenki számára a nők sokat jelentenek. Ez most nem szeretnék közhelyes lenni, de azért két gyerekes apukaként én ezt tudom mondani, hogy igazából nők nélkül nagyon nehéz lenne úgy az életünk. Én egy olyan szakmában dolgozom, ahol nagyon komoly a tempó, és én egy családi háttér nélkül, vagy a feleségem nélkül, a Kata nélkül nem tudnám megvalósítani úgymond a szakmai életemet. Nagyon sokat segítenek, támogatnak engem sok mindenben. Nekem komoly, leterhelt olyan időszakaim vannak, amikor igazából ha otthon ezt valaki nem viszi helyettem a dolgokat, akkor nagyon nehezen tudnék ugye teljesíteni a színházban. Úgyhogy ilyen tekintetben én azt gondolom, nagyon fontos a női energia és a női háttér. És hát ugye Odett a kislányunk már most lett 3 hónapos, és szuper érzés, hogy velünk van, nagyon cuki, nagyon édes, mindenki jól van. Úgyhogy most igazából nem is tudok másképp beszélni erről, csak csillogó szemmel. Érte mindent föladni és szállni, fensúlyom, szárnyom szállni, áldást találni. Égig emeld a szíved. És ugye rengeteg munkád van, ilyenkor lehet olyat választani, hogy melyik a kedvenc munkád, vagy melyik a szívedhez legközelebb álló darab. Lehet ilyet mondani egy színésznek, vagy egy művésznek? Vannak fontos darabok a pályámon, meg az életemben most, amelyek tényleg meghatározóak. Akár az Aranyoskám, vagy a Pretty Womanben a szerepeim, sok szerepet játszom benne, 5-öt vagy 6-ot. De hát most jön egy Jézus Krisztus Superstar széria madásban, tehát abban Júdást énekelek még mindig, közel már 15 vagy 20 éve. Úgyhogy vannak komoly feladataim, hála Istennek, mert ugye most énekeltem egy operát is Kecskeméten, a Nemzeti Színházban a Jenny's Kick-it, 2 évvel ezelőtt énekeltem egy Bang Band szintén. Tehát engem úgy megtalálnak időközönként olyan komoly feladatok, amelyek tényleg szuperek, és rengeteget lehet benne tanulni és fejlődni, és kicsit ki lehet lépni a komfortzónából. Mondhatjuk azt, hogy a 24-es naptárat telített? Nagyon? Hát én azt látom, hogy igen, de mindig a mi szakmánk azért egy kicsit ilyen ingadozó. Most nem látok a következő fél év második felére, de általában beszokott telni az év, és hála Istennek tele vagyok fellépésekkel is, meg felkérésekkel, úgyhogy minden rendben halad. And bad times to like you. I got my hair, I got my head, got like my brains, I got my ears, I got my eyes, I got my nose, I got my mouth, I got my teeth, I got my tongue, I got my chin, I got my neck, I got my tits, I got my heart, I got my soul, I got my back. És azért mi itt vidéken a közönség, nem mindenki jut el a színházba, főleg a Madácsba nem, viszont téged azért a konyhafőnökből is ismerhettünk. Ez milyen élmény volt, ez milyen kitérő volt az életedbe? Visszagondolsz, még rá fontos állomás volt? Abszolút, abszolút. Nagyon szeretek főzni, szerintem sokan tudják rólam, hogy szeretek főzni, meg általában, hogyha van valamilyen
családi parti otthon vagy a kertben bármit csinálni kell, akkor én vagyok a nagy főzőfelelős, meg alapvetően szeretek is főzni a barátoknak és a családnak. Igazából ezt a főzés szeretetet talán a nagymamámtól hoztam, mert együtt csináltunk még annak idején gyerekkoromban csigatésztát esküvőkre a nagymamámmal, meg sokat főzött nekem. Éjszaka, hogyha kitaláltam, hogy éppen most palacsintát szeretnék este 10-kor, akkor nekiállt édesem és megcsinálta. Tehát igazából nálam a maga a gasztronómia az nagyon, nagyon feltölt, és nálam ez a kikapcsolódás. Ugye néha, hogyha van időm sportolni, akkor az szuper, de alapvetően a főzés az, ami kikapcsol. Hát a konyafőnök pedig az egyszerűen szuper volt. Nagy menet volt egyébként, hozzá kell tenni, mert amit látnak a nézők a tévében, az valóban úgy van. Tehát tényleg be vagyunk szorítva egy 50-60 percbe a főzés terén, de óriási feladat volt, meg óriási élmény. Berecz Balázs alpolgármester ezekkel a szavakkal köszöntötte a megjelenteket. Nagyon örülök neki annak, hogy újra teltház van. Ez gondolom két dolognak szól. Egyik, hogy eltaláltuk az előadó művészt, akit nagyon szeretnek és nagyon kedvelnek. A másik pedig annak, hogy szeretnek Marcaiba is, színházba és előadásra járni. A mai nap egy különleges alkalom, és amikor készültem, vagy gondolkoztam azon, hogy miről beszéljek, akkor az jutott eszembe, hogy már annyiszor álltam ezen a színpadon, és annyi mindent mondtam már évfordulókról, női szerepekről, férfiakról még semmit, és ezért rendhagyó módon azt gondoltam, hogy most ebbe az irányba mennék el, mégpedig azért, mert azt gondolom, hogy a nőnap egy kicsit nekünk férfiaknak szól. Azért, mert nem mindig tudjuk kimondani azt, amit gondolunk, amikor hölgyek között vagyunk, mert valahogy így vagyunk beállítva, tehát így működik az agyunk, így működik a lelkünk, így működnek a férfiak, hogy teljesen más gondolnak a világról, mint a nők. És ezért valaki kitalálta, hogy legyen egy olyan nap, amikor kötelező kimondani a férfiaknak is, hogy mit gondolnak, és ez lett március 8-a. És azt hiszem, hogyha végignézünk akár a Facebookon, akár a napjainkban, akár a mindennapokban a mai nap folyamán, ezt bízom benne, hogy nagyon sok mindenkivel megtörtént, és nagyon sok mindenki megkapta a kellő tiszteletet, a kellő megbecsülést férfi társainktól, mert hiszen ezt a napot annak idején azért találták ki. És amit még szeretnék hozzátenni, én választottam a mai napra egy verset, és ezt szeretném felolvasni a kis segédemtől is, kérem. Az pedig Aranyosi Ervinnek március 8-a nőnap című költeménye, és már most szeretnék elnézést kérni, hogy sajnos bele kellett raknom saját magamtól is két nevet, de remélem, hogy a költő is megbocsátja, meg önök is megbocsátják, hogy egy kicsit kiegészítettem. És a vers az így szól, vannak lányok, nők, meg nénik, anyukák, meg nagymamák, vannak Katák, Erzsik, Évik, Zsuzsák, Jutkák, Marikák, Bodzák, Blankák, Berták. Sorolhatnám a neveket, hiszen szép számmal akad, mindegyikre gondoljunk most, ne legyen ki kimarad. Mennyi-mennyi kedves angyal szebbíti az életünk, segítenek szebben élni, mennyi nő is van velünk. Az élet szegényebb lenne, és a lét boldogtalan. Köszöntsük hát fel a nőket, mert a nőnap pont ma van. Ünnepeljük hát meg őket, tőlük csodás a világ, legyen apró figyelmesség, számukra pál, szár, virág. És... köszönöm szépen, Aranyosi Ervinné a dicsőség. Az ünnepi köszöntő után Selbán Attila ünnepi műsora következett. Nem tudjuk még mi hajt, a boldogság vagy a keserűség.